Sziasztok! A mostani videónkban a 8-os ballagóknak szeretnénk ajándékötleteket adni nektek. Általában pénzt is szoktak kapni a ballagók. Ennek átadásának egy nagyon szép módja, hogyha valamelyik ördöglakattal záródó dobozt választjátok, barna és kék színben kaphatók, és mind a kettőnek van egy kis nyílás az oldalán, itt tudjátok behelyezni a pénzt, kisebb ékszert, illetve jókívánságot írhattok papír darabkára, majd amikor a gyermek ezt a dobozt megkapja, akkor csak az ördöglakat kinyitásával tud hozzáférni az ajándékhoz. 14 éves kortól játszható társasjátékokat is ajánlunk jó szívvel, hát ha a ballagási buli alkalmával, illetve azutáni összejövetelen szívesen játszanának a gyerekek. Az első, ami újdonság és óriási sikert aratott már most a játék is, a Stranger Things című sorozatból készült társasjáték. Nagyon izgalmas, és a sorozatot meglovagolva sikerült egy nagyon-nagyon jó kis játékot alkotniuk a játékkészítőknek. Vicces parti játékként a Top Ten játékot, az egymással kiszúrós kis és szivatos játékot, a bájos kis bestiákat, vagy pedig az applikációval játszható konyhát is kipróbálhatják a tinik a ballagási buli után. A villamos dilemmával is garantált a röhögés, itt ez egy kicsit beszédesebb, több kommunikációt igénylő, tényleg nagyon vicces társas játék. A következő játékok is nagyon nagy örömet tudnak szerezni. Egyrészt maradandóak, szépek, akárhányszor ki lehet rakni, hiszen ezek puzzle játékok. Mindegyik fából készül, ahogy láthatjátok, több grafikával kapható. Az oroszlán, a bagoly, a macska és a farkas. Nagyon szép készletek, a dobozuk is nagyon esztétikus, és valószínűleg nagy öröm kirakni is, és utána gyönyörködni az összeállított képben. Maradandó és szép ballagási ajándéknak ajánljuk nektek ezt a két gyönyörű Beggemont, vagy más néven ostáblát. Nagyon jó logikai játék a Beggemont, két fővel játszható, és tulajdonképpen egy klasszikus ősi táblás játék. Van ebben a gyönyörű, egyedi mintájú táblában is, illetve a másik, ami nagyon vagány, az talán inkább egy kicsit fiús, az a koponyás. Itt a játék maga ugyanaz, minden változatlan, csak egy picit talán fiúsabb vagy vagányabb a grafikája a játéknak. Ez tényleg egy nagyon szép maradandó ajándék tud lenni, egy szép saktáblához hasonlóan. A ballagás és az évzárás után felélegezhetnek a gyerekek, kezdődhet a nyári szünet, az utolsó nagy pihenés még a továbbtanulás előtt. Erre a nyári időszakra jó szívvel ajánlunk lányoknak gyönyörű színezőket, mint például ez a bársonyos színezőkészlet, melyből több képet tudnak elkészíteni, gyönyörű mandala mintákat színezve, kikapcsolódva és alkotással töltve a kis szabadidejüket, vagy pedig a Jacko játékcsalád Inspired by sorozatának egyik tagját, melyben a lányok Gustav Klimt képeit tudják reprodukálni tulajdonképpen ezzel a karcolós készlettel. Alkotás, kikapcsolódás, kreativitás, ezekben a játékokban mind-mind szervesen jelen van. Élményt ajándékozni is nagyon jó ötlet, azonban mi most két olyan játékcsaládot mutatunk nektek, melyekben egy egész estés szabaduló szobaélményt ajándékozhattok a ballagóknak. Az Exit és a szabaduló pakli kártyacsomagokban rejtvények megoldásával juthatunk el addig a pontig, amíg vagy kiszabadulunk, vagy megoldjuk azt az egész estés feladatot. Gratulálunk a ballagóknak, és minden jót kívánunk nekik a továbbiakban!